Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a bizonytalan tanú, azaz a The Witness című játékunk 12. epizódjával. Mindjárt megérkezünk ugye a faházban vagyunk, a faház című helyszínünkön vagyunk, és itt megtanuljuk a csillagok használatát. És mindjárt meg is érkezünk, csak még ezt kell megoldanunk ahhoz, hogy ki tudjunk kötni. Ez azért nem jó így, mert... És mi van, ha erre csináljuk így? Aha, tudom mi a baj. Ha így csináljuk... Ha a másik oldalról csináljuk. Miért nem tudok kimenni, a franc vigyel? Az a baj, ez így sok lesz szerintem, amit most így... Szerintem ez lesz itt az első. A picsád, a rohadék fülem! Maradt a hang, gyerekek. Várj egy kicsit, megvan. Legalábbis úgy érzem, hogy megvan. Megint itt sokat hagyok benne, azt gondolom. Tudom még, hogy lehetne egy kicsit lejjebb venni. Így. És ha azt mondom, hogy így... Ezzel az lesz a gond, hogy még mind maradni fog a három. Ott három csillag marad, itt meg egy. Csak ha ezt így összekötöm, akkor meg csak kettő marad. Ott meg egy marad, igen. De ez már majdnem megoldás, azt gondolom. Azt hiszem, megvan. Majdnem. Az a baj, az lefele kell nekem. És ha ezt a kettőt... Menje. Így. Ez nem lesz így jó. Ezt múltkor csináltuk ezt így. Ez viszont így jó. Ez kemény volt.
Ezzel azért küzdöttem. Na, itt választhatunk két út között. Van egy errefele menő út. Nem emlékszem, melyik út merre megy. Aha, itt jönnek a különböző színek, megjön egy kis Tetris rész is. Ha viszont a másik irányba megyünk... akkor itt meg másfajta puzzle vár ránk. Itt meg össze kell kapcsolnunk. Az. Ez könnyű. Igazából mutatják nekem az utat a csillagok, illetve ezek. Várjál, ez így bőven jó lesz. És ezt viszont már külön kell választani, de ezt hiszem, hogy ez sem kell, hogy nagy feladatot adjon nekem. Így van. Hoppá, az így nem jó. Vagy az átölelem. Ez így nem jó. Ez meg még inkább nem jó. Ez meg már viszont jó lesz. Hú, azért ez volt nehéz, megint csak. Hoppá, mi lesz itt? Egyre jönnek inkább azok a feladatok, amelyben szét kell választanom őket. Ugye itt most szét kell választani a feketét-fehéret. Itt mutatunk egy gyönyörű, szép jelet. Ez már megvolt, csak egy kicsit kellett javítanom. Hú, itt már más színek. Egy picit másabb színek. És ugye ja nem, hülye vagyok. Majdnem azt mondtam, hogy párosítani kell őket. De nem. Ennyit kell csak csinálni. Öppá, ott három maradt. Majdnem jó volt, csak ennyit kell javítani rajta. Ennyi. Ez nem jó így, már látom. Lehet, hogy ennek van több megoldása is, most én ezt találtam fejből meg.
lesz így, jó? Ugye páros, ugye csillagok egy lehetnek csak. Ez lesz a jó. Nem. Ki kell itt menni így. Ez már viszont jó. Íni. Ez kicsit nehezítve. Itt a hiba, hogy ezek nem. Ez elvileg így jó. Nem, ott a... Én látom már, mi volt a hiba. Nézzük más irányból a dolgokat. Ez megint nem jó. Aha, már látom, mi a baj. Pedig ez, igen, csak kettő. Le kell zárni mindenképpen. Akkor mi van akkor, ha azt mondom, hogy... Ez azért nem jó, mert el kell választani a zöldeket. Közel lehetek, én azt gondolom. És azt hiszem, meg is van a megoldás. Most már így összeállt a kép. Bingo! Ez kemény volt. Aha, nem mindegy, hogy melyik színnel pakoljuk össze. Úgy
ugyanaz. Most a feketével nem szabad összerakni. Ezt imádni fogom, hogyha egy színnel nem lehet összerakni. Ez csak egy egyszerű vonalhúzás, nem? Nem. Lehet, hogy egy feketével összeszabad? Igen. Ez nem lesz jó, már látom. Ez két külön szín. Hát persze. Ezt ugye, ez a puzzle most azt tanítja meg bennünk, hogy hogyan. És mint látható, itt viszont több irányvonal között választhatunk. Arra nem lehet menni, arra nem fogunk tudni menni, az biztos. Vagy egyenesen nyitjuk ki az utat, vagy kanyarodunk. És ott látható a következő út, azt el lehet érni. Vagy pedig, ugye, egyenesen csinálunk egy utat, és kinyitunk erre. Erre kell kanyarodnunk, tehát ez a kiárat kell nekünk. Tehát itt most egy kicsit játszik is velünk a játék, hogy így fogalmazzam. Csak meg kell találnom az utat oda. Igen, csak ez a másik oldalra jó. Igen, ott egyel több lett a rózsaszín. Ez meg azért nem jó, mert hogy összeakadunk a másikkal. Meg az az egyetlen egy rózsaszín van nagyon szar helyen. Most megcsináljuk a másik irányba, hát ha itt könnyebben el tudom gondolni a dolgot. Aha! Igen. Ugyanez fordítva. Az Isten micsodáját. Aha, összeérek. Akkor nem volt jó az előző megoldásom.
És ha ezt csinálom, ez a lila az nagyon szenvedős. Szép és jó, csak majdnem. Így viszont... annyi a probléma, hogy hogyan... ez a rózsaszín. Várj egy kicsit, azt hiszem megvan. Nem. És ha csak egyszerűen kizárjuk a rózsaszíneket is úgy, ez így működik? Majdnem jó, gondolatom. Amit mondtam, az jó, csak rosszul csináltam meg. Bingo! Na és akkor most látható, hogy fordul. Azt le kell tennünk, és akkor kinyílik nekünk az a... Igen. Jó, és akkor őt ki tudjuk nyitni. Nem? Majd másik irányból kinyitjuk. Várjál, lehet, hogy az kell, hogy először még el kell oda menni, mert ez egy ilyen szép pont gyanú. Igen, ez egy szép pont gyanú, úgyhogy akkor ezt meg kéne jegyezni. Csináljuk azt, hogy megcsináljuk most amennyire lehet, végig kinyitogatjuk, és utána kicseréljük az irányt. Ez így működik, igen.
ez is működik. És ez is működik. Nem. Ja, mert a fehérek mellett ott van egy fekete. Jogos. Akkor... És ti viszont csak párosba lehettek. Ezt még megcsináljuk, mert itt van a közelben ennek a megoldása, azt gondolom. Csak másik irányba szerintem. Gondolom négy nem lehet. Ja. Ugyanolyan színek, azért. Akkor van még egy ötletem. Nem jó. Ez viszont már jó lesz. És akkor innen fogjuk tovább folytatni, mert lejárt az adásidőnk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!